Nemrég kaptam egy üzenetet a Dél-Dunántúli Motoros Egyesülettől, hogy segítsek a munkájukban egy kicsit, mert elkezdtek aláírás gyűjteni, egy petíciót indítottak az interneten a motoros barát szalagkorlát kialakítása miatt a mecsekben egy jó pár helyen, amit úgy gondolnak, hogy az ilyen frekventált baleseti hely. Én mondtam, hogy nagyon szívesen segítek neki természetesen. Leírtam azt is, hogy igazából nem csak a petíció, hogy rengeteg aláírás az, ami hatást tud elérni, hanem ott nem árt a hivatalos szervekben elindítani, azért találni kell olyan embert, aki felvállalja ezt a folyamatot, mert letehetsz te 1000 aláírást, hogyha nem találsz egyetlen embert, aki azt mondja, hogy fontosnak tartja ugyanígy a témát, és kiáll mellette. Az én gondolatom az a motoros barát szalagkorlátról, ami általánosságban egyébként megosztja a népet, hogy ugye, ha fölkerül az internetre egy bármilyen ilyen téma, akkor kapásból az van, hogy persze, mert nem kell száguldozni, és akkor nem kell szalagkorlát, meg minek ez, meg minek az. A motorosok egy része azt mondja, hogy akkor szalagkorlát egyáltalán nem is kellene, mert nagyon sokszor a motorosoknak az okoz problémát, hogy beleütköznek a szalagkorlátba, holott le tudnának ugratni egy mezőre, hogy lecsúsznának, nem lenne semmi bajuk. Alapvetően ugye a szalagkorlátot nem a motorosok miatt kezdték el telepíteni az utak szélére, hanem az autók miatt, nagyobb járművek miatt, hogy ne boruljanak meg, amikor esetleg azok is megcsúsznak vagy elkottázzák, és a szalagkorlát megfogja őket. Ugye az egy felső rész egy sávos szalagkorlát, ami egy járműbe legfeljebb kárt csinál, de nem tud megborulni a jármű, megfogja, megvezeti, úton tartja, és kisebb sérülés szenvednek a benne ülők. Ugye a motorosoknál pont az ellenkezője, mert legtöbbször, hogyha egy motoros egy szalagkorlátnak ütközik, hogyha nincsen szerencséje, akkor ott nem éli túl, vagy csonkolja a motorost, levágja kezét, lábát, és nem kell irdatlan nagy tempóval csúszni. Nekem is néha-néha így nem tudom eldönteni, hogy melyik az a fajta gondolatmenet, amit képviselni kéne ebben az ügyben, mert abból a szempontból egy kicsit a kritizálókkal egyetért, akik azt mondják, hogy nem motoros barát szalagkorlát kell, hanem nem kell befeküdni a kanyarba. És ugye itt jön a két dolog, hogy van, aki azért fekszik be a kanyarba, mert egy barom, mert állandóan feszegeti a határait fölöslegesen, és eléri, és kinyílik a pofonos láda, és azért esik el. És van a másik, aki egyébként vétlen, aki viszont az úthibák miatt és a szarutak miatt, egy felolajozás miatt, egy kavics felszóradás miatt teljesen akár egy kressz alatti tempóval haladva kottázza le a kanyart, és úgy esik el. És igazából ami a legnehezebb ebben az egész dologban, hogy azért Magyarországon nálunk az nincs olyan húdosok szerpentin. Tehát, hogyha elmész bárhova a világon, ami kicsit frekventáltabb motoros hely, Olaszországba, az Alpokba bemész, vagy Tátrába elmész, vagy Erdélybe elmész, vagy bárhol, mindenhol 100-szor vagy 1000-szer több kanyar van, mint nálunk, és azért nincs mindenhol motoros barát szalagkorlát, mert nyilván senki nem vállalja fel annak a költségét, hogy kétszer annyi anyagot költsenek el a szalagkorlátba, mint ami per pillanat a legtöbb helyen található. Nyilván megvannak azok a fajta frekventált baleseti központi gócpontok, ahol valamiért megtörténnek a balesetek. Ugye láthatjátok a Héregringen, ott Héregringeszt idejelesen mondom, a Bajna Héreg közötti útvonalon, ott, ahol a felfestések megszerettek, ott nincsen szalagkorlát, ugye ott nincs szükség rá, mert ott a max az erdőbe tudnak berongyolni, meg nem nagy tempós a kanyar, úgyhogy ott azért nincsen szalagkorlát. És visszatérve arra, hogy vajon hogy lehet eltalálni azt, hogy akár, hogyha csak a magyarországi motoros területeket nézzük, egy Bakonyt, egy Mátrát, egy Mecseket, akkor ott is több száz kanyarból hova kerüljön motoros barát szalagkorlát, mert igazából az, amikor kialakul egy nem ideális és az ideálistól eltérő tapadású felület, egy kavics felszóródás, az random. Azt nem tudod azt mondani, hogy most a hatóságok 100 kilométeren keresztül neked motoros barát szalagkorlátot csináljanak, és igazából az a helyzet, hogy a motoros barát szalagkorlát se biztos, hogy mindig megvéd, mert ott is megnyomorodhatsz, attól függ, hogyha hülye vagy, és nagyobb tempóval csapódsz bele, az se biztos, hogy megvédi az életedet. És azt gondolom, hogy erről azért mondtam, hogy én is meg vagyok hasonulva, hogy nem tudom, hogy gondolkodjak, mert biztos, hogy vannak azok a helyek, és ahogy a múltkor a héregi rendőrrel és a közutas úriemberrel való interjúban is elmondta a rendőr, hogy igazából a célja az lenne a baleset megelőzésnek, hogyha van halálos baleset, akkor az visszacsökkenjen a balesetnek az esélye egy súlyos sérülésre, a súlyos sérüléses baleseti helyeknél legyen inkább a könnyebb sérülés eseteknél legyen inkább anyagi káros, de személysérülésmentes a baleset, és nem tudom, hogy mi lesz a sikere. Mindenképp azt mondom, hogy én abban a szempontból természetesen támogatom a Dél-Dunántúli Motoros Egyesületnek az akcióját, hogy itt van a videó, itt a videó mellett megtaláljátok a linket, írjátok alá, mert ők fölvállalták azt, hogy megkeresik azt a fajta személyt, vagy azt a hatóságot, aki esetlegesen végigviszi ezt a folyamatot, és ők a meccsek környékén kitalálták, hogy melyik az olyan jó pár kanyar, ahol szerintük hasznos lenne akár egy
akár a saját, a hülyék ellen is, aki saját magát veszélyezteti, meg azoknak a védelmében is jó lesz, akik igazából motorozgatnak arra egyet, és valamilyen úton, módon ott mondjuk lehet, hogy az aszfalt kopottsága olyan, lehet, hogy egy hűvösebb hőmérsékletre az átlagnál csúszósabb az aszfalt, és hiába ha tartod be a kressz szabályait sebesség szempontjából, akkor is csúszósabb lesz, és elcsúszhatsz, vagy ha esik az eső, akkor az aszfalt minőség változás miatt azért csúszósabb lesz az út, és kiszámíthatatlanná válik. Úgyhogy ezerféle oka lehet, hogy hova kerül. Én azt mondom, hogy most biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz dolga lesz itt a döntéshozóknak, mert kitűzni azokat a szakaszokat, hogy hova kerülje, hova nem, és annak valóban milyen lesz a sikere, milyen lesz a költsége. Úgyis tudjátok, Magyarországon a bürokráciája, nem kell a szomszédba menni, mert az van mindenhol, az ilyen bürokrácia útvesztő. Kíváncsi leszek, hogy sikerül-e, minden esetre írjátok el a petíciót, én is alá fogom írni, és hogyha netán ők megtalálják, mert én azt gondolom igazából ez a fajta kezdeményezés arról szól egyrészt, hogy valahogy a hivatalt meg kell találni, hogy mi az az útvonal, mi az az út, ahol hogyha el akarsz érni valamit egy baleset megelőzésbe, akkor ott adott környéken, akár mondjuk ott a déli környéken, ott Pécs környéken, Mecsek környékén, azt hogyan lehet végigvinni. Ha egyszer sikerül, akkor utána már egy kitaposott úton meg könnyebb járni a tekintetben. Úgyhogy hajrá, Dél-Dunántúli Motoros Egyesület! Keressétek a videó mellett a linket, írjátok alá a petíciót, ők meg végzik a piszkos munkát, a sziszi-fuszi melót. Köszönjük nekik!